A világnak sohasem lesz vége. Köszönöm, Vici! Oké. Na, hát, nektek igen, mind meghaltok. Meg én is, hajjaim biztosan. Az életem negyedét már dohányosként éltem le. Ez elvileg halálos. 22 vagyok, 5 perc mínusz perccel szokták mondani, de a végéből basz ki. A közepét még sajnálnám is talán, de hogy pár óra mínusz az élet alkonyán. Cserében nyugalom és sok-sok cigizés közben kötetett barátság. Van közös téma, az orális fixáltság. Ha egy férfi miatt, akinek jó baráti kapcsolatát az orális fixáltságommal most nem fejteném ki, szomorú leszek, eszek. Ha a hülyesége miatt ideges, cigizek. Ha összeveszek valakivel, cigizek, de még szex után is cigire gyújtok. Aztán eszek. Ha túl sokat ettem, ideges leszek, cigizek. Ha túl sokat cigizek, elszomorodom, eszek. Ördögi kör, és ezt tesz majd a sírba. Mert ugye, akkor lesz vége a világnak. Számomra legalábbis biztosan. És nem akkor, ha elfelejtenek. Mert az nem számít. Mindenki teperezel rá, hogy nyomot hagyjon, hogy jobb legyen neki és a világnak. De nekem így személy szerint nem lesz jobb hely a világnak, illetve de csak amíg élek. És egyáltalán nem biztos, hogy a következőknek könnyebb lesz, ha én küzdök keményen. Ez tömény önfeláldozás, kérem szépen. Az, mikor feladod a kényelmed a boldogságért. A sajátodért, de főként a másokért. És piszok nagy szerencséd van, ha nem lopják el még életedben a gyerekedtől. Vagy ha nem teszik lehetetlenni a küzdelmed, és rúgnak ki, lopnak meg, vagy kell munkádat kockáztatva szombaton az esőben tüntetni vonulnod. Ja, az élet nehéz. És egyszer vége lesz. De tökéletessé felejtett kamaszkoromban, egy iskolai szünet alatt többször jósoltam világ végét, mint a maják, Nostradamus és a 2000-es évek óta népszerű hobbiként világ végét kiáltok összesen. Miért? Mert szeret, mert nem szeret, mert otthon hagytam a füzetet, mert letörtem a körmömet, mert meglátták, hogy nem is fáj, mert baszki, ez műköröm. Ha a sajátom meglátom, úgyis lerágom, orális fixeltség mondtam. És ugye, nem szép, és akkor nem szeret, vagy szeret. Baszki, még magamat is fárasztom. És tényleg, egyszerűbb volt ezen hisztizni, mint belegondolni, hogy igen, szeret, mint anyukám, akit én nem szerettem eddig eléggé, és talán nem szeret, és majd jól elhagy, mint apukám, akit talán túlságosan is szerettem. Hogy a füzet azért maradt otthon, mert a ki tudja hanyadik költözésben nem emlékeztem, hogy melyik dobozban keressem. Vagy hogy azért rágom most is a körmemet, hogy eltereljem a figyelmemet, hogy a kisbabát látok, hogy talán nekem nem is lehet gyerekem. Igen, világ végét kiáltani apróságok miatt könnyű, amikor tényleg vége valami fontosnak, mert van hová terelni a gondolatokat, ahol nem fáj. Aztán ámulik, és jön ezer másik. Nem számít, mert messze még a vég, ami csak a tiéd. A világért meg kell ragudni, sose lesz vége.